A helyi polgármesterek és tanácsos jelöltek, valamint a megyei tanácselnök jelölt és a megyei tanácsos jelöltek támogatására kezdte el az aláírásgyűjtést a Gyergyó területi RMDS. Az aláírások összegyűjtésének határideje augusztus 18-a. Hétfőtől kezdődően gyűjti az aláírásokat Gyergyószent Miklóson és a környező településen a helyi RMDS. A helyi polgároknak csak néhány személyes adatot kell feltüntetniük az aláírandó íven. A törvénymódosítás szerint a járvány miatt augusztus 18-áig csak az aláírások felét kell összegyűjteniük azoknak a jelölteknek, akik indulni szeretnének a szeptemberi helyhatósági választásokon. Ez természetesen megkönnyíti mindenkinek a dolgát, hiszen oda kell figyeljünk, hogy minél kevesebb emberrel legyünk úgy kapcsolatban, hogy esetleges problémák legyenek. Ezért azt a pár száz aláírást szeretnénk összegyűjteni az elkövetkező két hétben. Itt Gyergyószent Miklóson is, de egész Gyergyószéken elkezdődtek az aláírásgyűjtések. Az RMDS összesítette az aláírandó íveket, így nem négy, csak két nyomtatványt kell szignózniuk a helyi lakosoknak. A Gyergyószent Miklósiak számára előkészített egyik papíron polgármester jelöltként Csergő Tibor András, illetve a helyi tanácsosok szerepelnek, a másikon pedig a megyei tanácselnök jelölt és a megyei tanácsos jelöltek találhatóak.